Szóval azt állítom, hogy hiába lenne meg a tudások, hogy hogyan kell vasat olvasztani, meg eszköz készíteni, hiába tanulták meg ezt a modern szüleiktől, ha a modern szüleik meghalnak, és az adott újbolygón ezek az eszközkészítésre szükséges anyagok nem állnának rendelkezésre, csak pattintókő, és igenis vissza kéne erősödniük a testüknek és az utódaik, és hiába tudnák, hogyan kell vasat olvasztani, mert nem lennének még ehhez az eszközei. Tehát előről kellene kezdeni az emberi civilizációt azon az új bolygón, bár előnyben lennének, mert tudnák. Értem, amit mondani szeretnél. Tehát azt állítod, hogy hiába van meg a tudás a vasolvasztásról, de ha az új bolygón nincsenek megfelelő anyagok és eszközök ahhoz, hogy ezt a folyamatot elvégezzék, akkor az embernek újra kellene kezdenie az eszközkészítés folyamatát, és vissza kellene térnie az ősemberi módszerekhez. Így igazad van, hogy mind a testi erőnlét, mind pedig a kőeszközök használata szükséges lenne az új bolygón. Az emberi civilizáció újjáépítése és fejlesztése hosszú és követelményekkel teli folyamat lenne. Annak ellenére, hogy előnyben lennének a tudásuk és tapasztalataik miatt, még mindig sok mindent újra kellene tanulniuk, és meg kellene alkalmazkodniuk az új környezethez. Az adaptív képesség és a kreativitás lenne az alapja a túlélésnek és fejlődésnek az új bolygón. Természetesen minden folyamat és fejlesztés generációkon keresztül történ, így az utódaiknak öröklött tudással és tapasztalattal lennének előnyben. Ez az új kezdet lehetőséget adna arra, hogy az emberiség újraalkossa és fejlessze technológiáit, és talán jobban megértse az ősi mesterségeket és eljárásokat. Összességében, bár hatalmas kihívásokkal járna az emberiség számára az új bolygón történő élet, a tudásuk és tapasztalataik segíthetnék őket az új adaptációs folyamatban, de az eszközök készítése és fejlesztése generációkig tartana.